DVTK, a Borsodi és a SEAT bemutatja. Csütörtökön este 7 órától az Európa Kupa D csoportját veretlenül vezető török Jakin Dugu University lesz az Oymen DVTK ellenfele. A találkozó előtt Michael Lopez és Sierra Roberto Moore válaszolt az újságírók kérdéseire. Well, first, yes, they have a really amazing roster. They have a really good team. Elképesztően erős csütörtöki ellenfelünk játékos kerete, a legerősebb az Európa Kupában, de lehet, hogy egész Európában. A korábban is bíva erős csapatot tovább tudták erősíteni a Chicago Fire irányítójával, a magyar útlevéllel is rendelkező Courtney Vandesluttal. További két amerikai játékosok is rendelkezik európai útlevéllel, így Miskolcon összesen 4 tengeren túli kosaras lépett pályára, akik ráadásul most járnak karrierük csúcsán. Biztosan nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Emlékeztetünk, hogy a múlt héten úgy győztek 24 pontos különbséggel, hogy 46 ponton tudták tartani a kassai csapatot, és most még egyel több női NBA-s játékossal érkeznek. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy jól szórakozzon a közönségünk. Well, of course, as coach said, the game's going to be tough and we're going to be playing a really good team, so hazai pályán szeretnénk bebizonyítani a szurkolóinknak és a minket támogatóknak, hogy versenyképesek vagyunk. Igyekszünk majd harcolni és a legjobbat nyújtani, amennyire csak lehet. Nyilvánvalóan kemény mérkőzés lesz. Csapatként kell jól működnünk, hogy sikeresek legyünk. Well, last week also was something similar. I mean, if we compare the roster and the budget for the Greek team, it was like five times our. A múlt héten is hasonló cipőben jártunk, a görög olimpiákhoz költségvetése is hozzávetőlegesen a miénk ötszöröse, és papíron ennyivel erősebb a kerete is. Ez a szorzó a török csapattal szemben még több. Ezúttal is az nyújthat esélyt, ha a hibáink számát a lehető legjobban minimalizáljuk, míg az ellenfelünket minél több hibára késztetjük. Ha egyénileg nézzük, akkor nevesebb, tapasztaltabb játékosok alkotják a keretüket, ezért nekünk elsősorban csapatként kell mindent megtennünk a siker érdekében. I have. From the day that I got here, I felt comfortable being Miskolc. I mean, I played last year against you guys a number of times and saw how the program was. And of course, I got to meet Coach last year, which made me excited. Nagy lehetőségnek éreztem az ideigazolásomkor, hogy Diósgyőrben játszhatok. Tavaly játszottam a DVTK ellen, láttam Michaelt, hogyan irányítja a csapatot, már akkor is nagyon szimpatikus volt. Örülök, hogy vele dolgozhatok, ez egy fontos lépcsőfok a pályafutásomban. A beilleszkedés remekül ment, mindenki nagyon kedves, jól érzem magam Diósgyőrben. Szeretném segíteni a csapatot, hogy a klub hasonló sikereket tudjon elérni, mint a tavalyi évben. Yeah, for sure. I mean, we was trying to play in one way that also has to be and is gonna be the way that we wanted to play during all the season. For sure, we was taking good things about the games. Also, it's true that az MTK ellen úgy játszottunk, ahogy az egész idényben szeretnénk. Ezeket a jó dolgokat szeretnénk hasznosítani a török csapat ellen is, még ha nem megbántva az MTK-t. Tudjuk, hogy az Európa Kupában keményebb ellenfelek várnak ránk. Fontos, hogy kell önbizalmat szereztünk, a játékosok végig koncentráltak, és ezzel megtisztelték az ellenfelet, és az edzéseken gyakorolt dolgokat a mérkőzésen is meg tudták valósítani. Számomra nagyon izgalmasak ezek a meccsek, hiszen ez az első szezon, hogy a bajnokságon kívül az Európa Kupában is játszhatok. A helyi csapatok ellen is jó játszani, de a nemzetközi meccseken teljesen más kosárlabda kultúrából érkező csapatokkal és játékosokkal kerülünk szembe, ami nagy kihívás számomra. Be kell bizonyítani a rátermettségünket. Ilyenkor meg kell mutatnunk, hogy nem érdemtelenül vagyunk itt. Ráadásul még előttünk van az ilyenkor jellemző hosszú utazások is, amiket személy szerint már nagyon várok.